például a magyar nyelvet Európától. Én megmondom önöknek őszintén, teljesen biztos vagyok benne, hogy Vörös Marti Mihály, Arany János, Petőfi Sándor, József Attila, Radnóti Miklós nyelve örökre fönnmarad. Arra mi vigyázunk. Én néha mégis magunktól féltem inkább ezt a nyelvet, pontosabban, hát elmondom önök, hogy valamelyik nap is itt állok az Európa busz megállóba, várom az Európa buszra, szeretnék minden hamarabb felszállni rá. Egyszer csak jön egy fiatal, és rögtön megszólítja. A mikroszkópon, hát én láttam magát a tévébe, hát a legnagyobb művész, akivel eddig találkoztam, hát ez nagyon sirály. Hát, öcsém, ezt nem hiszem el. Csipem a búrádat, sirály a vakarod. Ugye, mondjam egy viccet, elmondom a csajomnak, hogy ismerlek, esküszöm megbocsátja, hogy nincs tetkó a pélómon. Hát, ezt nem hiszem el, köcsök. Ugye, mondjam már egy viccet, vagy tudod, mit mondok én? Mi az? Barna szős, és ha izgatják felállnak, barna maci. Érted, Romi? Nyugodtan felhasználhatod, elmondhatod a színpadon. Nekem érted, sok van ilyen. Figyelj, tudod, mit mondok még? Csak neked. Igen. Hogy hívják a magyar baleseti sebész, na? Emberöltő, érted? Emberöltő, tudod, hogy csinálja a cség. Nyugodtan a gyedlet, elmondhatod a színpadon ezt is. Nekem sok van ilyen SMS, internet, súlynet. Apropos, te figyelj! Az EU-ban tényleg mindenkinek egyfolytában tanulnia kell? Yeah. Tanulni, hát ez tök Lenin, ezt nem hiszem előtt sem. Hát meg azt sem vele találkoztam. Anyám megtudja, örömébe elmegy dolgozni. Köcsög, adsz majd be autogramot? Jó lesz izére is, papír zsebkendőre is, csak érted, hát tiszta legyen, nem soros, érted? Jó pap, holtig tanul. Rossz színész meg utána is. De EU-ba kell a színésznek is tanulja. Már úgy értem, hogy szerepe. Se puskázás, se sugógép, se várnadze, érted? Jó, már misirály vagyok. Jobb vagyok, mint az Eminem. Te figyelj! Bemutatlak a csajomnak. Olyan csaj, csak majd mondd meg, hogy hogy hívnak. Te olyan csajom van. De jó kis megállomosság. Nagyon király a csaj. Csak neked, ingyen kölcsön adom egy menetet. Rámászhatsz, mint Borjó az új kapura, oké? Ránézel, elmész, mint a volánbusz. Na, bevállalod? Bevállalod a csal? Hogy csak egy kicsit tudj, érted? Ugye? Most nem mondd már, hogy nem. Most mi, te is meleg vagy? Hátulról jössz, mint a partizánok? Hát azt nem tudom, nem. Meleg a bűrőjét. Meleg. Hát, ezt a csákot. Nem, te nem vagy meleg. Nem, te jó csávó vagy, figyelj! Te nagyon jó csávó vagy! Nagyon jó anyagom van! Csak neked ingyen adom a kóstolót, oké? Okay. Megszívod, beájulsz, érted? Nagyon remélem! Múltkor haverokkal megyünk ott András üttől a diszkóba, azt ott a tenor ház előtt állt ez a vendégös gyerek, a Viktor. Hát nem lehet valami sok a vendég, mert azt mondta, hogy kimentek a németek, és nem jött be helyettük senki. Érted? De te penge vagy, öcsém! Olyan penge vagy, hogy elmehetni fognak az András úton. Nagyon penge a csávon, nagyon penge vagy, nagyon penge vagy! Ugye? Valaki gizdáskodik veled, akkor nekem szólják. Oda megyek, azt kirántom, mint Fruti a tömest, érted? Olyat benyomok neki, hogy onnantól csücsörítve is szól, erre a teát, érted? Szétszedem, mint hülye gyerek húzlét, érted? Most már haverok vagyunk, adok neked egy kacsit, jó? Csá, csumi, cső! Csá, csumi, cső! Csá! Haverok vagyunk, haverok vagyunk! Na, milyen, mondjál már egy viccet! Hülye, én is mondtam kettőt! De ízd a csávó vagy már, öcsém, teszed itt az agyadat, hogy te vagy a nagysztár a bogagyi mikroszkóp színházba! Azt még egy viccet se tudsz mondani, vegyél már vissza, mire vagy te olyan nagy? Mindjárt megfejlek, itt alszol, ne szórakozzál már! Mindjárt olyat elnyomok, hogy az ukúnak át is pénzzel lesz, most mire vagy olyan nagy? Ezt a csákot mert most színész, te köcsök, te! Most mire vagy már olyan nagy? Vegyél már vissza, kiváló művész, meg érdekes művész! Mitől vagy te érdekes, öcsém? Egy dolgot mondjál! Nem érdekes művész!
elnök sem volt. Mitől vagy te érdekes? Egy dolgot mondjál, te EU színész, meg EU húszát. Te mondjál már valamit erről az EU tanulásról. Tényleg igaz a hír? Tényleg mindenkinek egyfolytában tanulnia kell? Igen, az EU-ban mindenkinek élete végéig tanul kell, még neked is. Életem végéig, még nekem is? Igen. Francba, akkor engem a harmadik C-ből fogunk eltemetni. Egy viccet, na jó, egyet elmondok, na figyelj ide. Két ember áll az EU busz megállóba. Az egyik okos, a másik hülye. Na most figyelj, az okos elmegy, kimaradott. A hülye! Viszontlátás. A hülye!